Szeretettel köszöntünk mindenkit a Levéltári délutánok harmadik előadásán. Én Berta András vagyok, a Magyar Nemzeti Levéltár programszervezője. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal ellátogattak a mai előadásunkra. Nem is szaporítanám különösebben tovább a szót. Mai előadónk Rász György, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos főigazgatóhelyettese, főlevéltáros, aki az aranybulláról fogja a mai előadást megtartani. Át is adnám a szót, köszönöm, hogy itt vannak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Kedves hallgatóság, kedves vendégeink, én a szervezőktől, kollégáimtól azt a feladatot kaptam, hogy a Nemzet Emlékezete című itt megtekinthető kiállításunknak a harmadik darabjáról, a harmadik vitrínben elhelyezkedő forrásról beszéljek önöknek. És a helyzetem azért nehéz, mert az előző két előadó, Körmendi Tamás is és Szovák Kornél is olyan darabról beszéltek, ami valóban létezik, és itt van megtekinthető a vitrínben, a Veszprémvölgyi kiváltságlevél, illetve a harmadik Béla féle az írásbeliség fontosságát hangsúlyozó oklevél. Az én témám azonban a harmadik oklevél, az egy lutri, mert hogy a vitrínben valójában nem az aranybulla található, és azért nem található ott az aranybulla, mert valójában ez nincs is. Az aranybulla egy virtuális forrás, amely a tudatunkban létezik, nem tudjuk megfogni az eredeti valójában, mert hogy saját állítása szerint 7 példányban állították ki, de ebből a 7 példányból egyetlen egy sem maradt a korunkra. Amikor a kiállítást szerveztük, akkor gondolkodtunk azon, hogy azokat a másolatokat, vagy egyikét a másolatból tegyük ki, amelyekből a szövegét ismerjük az aranybullának. De végül is úgy döntöttünk, hogy egy sztároklevelet fogunk kitenni, amely II. András király aranypecsétjével pecsételtetett meg, méghozzá 1221-ből. Ez az oklevél, itt a képen is ez látható, az úgynevezett Tóta asszonyféle oklevél, amely nagyon szépen megőrizte II. András királynak az aranypecsétjét. Azért nevezetes ez a Tóta asszonyféle oklevél, mert Kézai Simon krónikája elbeszéli azt, hogy Aragóniából érkezett egy királyné Magyarországra, aragóniai Konstancia, és ahogy ez lenni szokott ilyenkor, kísérők is jönnek vele, főurak, és köztük az egyik kísérő családnak az egyik tagja, egy bizonyos Tóta nevezetű hölgy, annyira jó alakú és szép volt, hogy abban az időben alig volt hozzá hasonló. Míg emberöltőkkel Tóta halála után is emlegették az ő szépségét, és Magyarországon egy olyan férfihoz ment feleségül, Korlát fia Benedekhez, Konrád fiának is említik a krónikások, aki II. András korának egy nevezetes főura volt, és bizonyos időkben II. András ellenzékének is számított, és a birtokait is elkobozta, és ez az oklevél éppen egy ilyen birtokelkobzás után született. Tóta asszony azt bizonyította, hogy ezt az adományt nem a férje kapta, hanem ő kapta, és ezért jogosan birtokolja, és II. András elismerte ezt a birtoklást, és egy aranypecsétes oklevéllel
támogatta meg a korábbi adományt. Egyébként van ennél egy korábbi aranypecsétes oklevelünk is, ez az első, ami megmaradt, Imre királynak az 1202. évi diplomája, és ez a nevezetes Tóta oklevél átírja ezt az Imre királyféle oklevelet, ami szintén aranypecsétet tartalmaz, és kifejezetten művészettörténeti szempontból kifejezetten a középkori darabok közül a legszebbek, legjobbak közé tartozik. Végül is a választásunk erre az oklevélre esett, hogy legalább a közönség, aki betéved ide, aranypecsétet lásson, ugye az aranybullára kíváncsi mindenki. A nagybetűs aranybullán ugye azt értjük, amit II. András adott ki 1224-ben, ezek viszont csak kisbetűs aranybullával, aranypecséttel megerősített oklevelek, amelyekről itt most a korábbi az előbbiekben szóltam. Választhattunk volna mást is virtuális oklevélként, ha már egyszer nincs meg az aranybullának a szövege. Itt van például, gondolom sokak számára ismert ez a darab, a Parlamenti Múzeumban látható rögtön az első tárlók egyike, ahogy oda belépünk. Amikor a múzeum a tárgyait kezdte átgondolni, akkor az egyik részt vettünk mi is a munkálatokban, és az egyik beszélgetés során elpöttyentettem azt, hogy ismerjük az aranybullát, a pecsétet, az aranypecsétet, tudjuk, ismerjük átírásokból II. András 1222-es oklevelének a szövegét is. Ma már meg lehetne csinálni ennek a rekonstrukciós verzióját, kicsi nem gondoltam át, hogy miről beszélek, és annyira megtetszett ez a szervezőknek, hogy amikor a kollégáimnak említettem, hogy miben mesterkedem, akkor nagyon csúnyán néztek rám, mert hogy ez valójában hamisításnak is felfogható, létrehozunk valamit, ami nincsen, de nem volt már megállás, nem tudtuk semmiféle digitális képpel kicserélni ezt az ötletet, úgyhogy megvalósították, és maga a munka, tehát ilyen szempontból létezik aranybulla a Parlamenti Múzeumban, egy rekonstrukciós 2010-valahányban, 14-ben, ha jól emlékszem, készített rekonstrukciós formában, ezt a felirat egyébként tartalmazza is. Egy kicsit közelebbről így néz ki, ez a sárga vonal itt, ez a kis kecskének a gerincét mutatja, mert egy kecskebőrre készítették el az oklevélnek a szövegét. Nem volt egyszerű a megoldás. A készítés során úgy döntöttünk, hogy II. Andrásnak, mivel nem találtunk olyan íródeákot, olyan kezet, akitől két oklevél is maradt volna, minden egyes oklevele más-más kéztől kelt. Ezért a Tóta oklevelet kineveztük vezér oklevélnek. Tulajdonképpen 1221 az aranybullát is írhatta az az írnok, aki a Tóta oklevelet írhatta, úgyhogy az ő betűtípusait készítették el szoftveresen számítástechnikai munkatársak. Ez egy elég hosszú és fáradtságos munka volt. Egy betűkészletet kellett előállítani, amivel aztán ezt a hatást meg lehetett tenni. Annyit sikerült elérnem, hogy ha már rekonstruáljuk az aranybullának a tárgyi valóságát, akkor legalább ne öregítsük meg, hanem hagyjuk eredeti tisztaságában a pergament, hogy látszódjon az, amikor belép a múzeumba a múzeumlátogató, hogy ez a darab, ez egy friss, most készült rekonstrukció, és ezzel felmentjük a készítőket a hamisítás vádja alól. A Tóta oklevél mellett még egy oklevélre eshetett volna a választásunk, ha már mindenáron II. András oklevelét akarjuk kitenni a vitrínbe. Ez pedig, amit itt a képen látnak, ez egy másik II. András által aranypecséttel megpecsételt oklevél. Ennek a dátuma 1224-es, és pontosan ugyanazzal a nyomóval, verőtővel készült a pecsétnek a lemeze mind a két oklevélen,
és minimális sérülésbeli különbségek vannak csak rajtuk. Ebből egyértelműen arra tudunk következtetni, hogyha 1221-ben és 24-ben is ugyanazzal a pecséttel pecsételt II. András, akkor 1222-ben is ezzel kellett, hogy pecsételjen, azaz pontosan ilyen pecsét lehetett az aranybullán, aminek egyetlen eredeti példánya sem maradt meg. Ez az oklevél, ez úgynevezett szakmai zsargonban úgy hívjuk, hogy ez a kállai aranybulla. Ennek is megvan legalább annyira kalandos története, mint a másik oklevélnek, az említett Tóta asszonyféle oklevélnek, amely a fraknói család, az aragóniai bevándorlók leszármazottai, a fraknói családnak a tulajdonában volt kihalásukig. Kihalásuk után viszont a birtokaikat a Habsburgok szerezték meg, mint földes urak, és Bécsbe kerültek az oklevelek, Imre király aranypecsétje is, és II. András aranypecsétje is, és így élték túl tulajdonképpen a török időket, és 1926-ban, amikor a trianoni szakítás után a levéltári anyagról osztozkodott Magyarország és Ausztria, akkor ezt visszakérték elődeink, és az osztrákok pedig ideadták, mert hogy ez nagyon szorosan kapcsolódik a magyar államisághoz. A magyar államcímer első megjelenése Imre király 1202-es oklevele, a második pedig András királynak, ez az 1221-es és 21-es oklevele. Ugyanilyen kalandos a története ennek a másik aranypecséttel ellátott darabnak is. Ezt II. András, a ma úgy ismerjük őket, hogy a Subics család, horvát család őseinek adományozta, mármint a birtokot, ami ebben az oklevélben le van írva. Egy elég nagy birtok testről van szó az Adriai tenger partvidékén, és amikor a török, ugye Horvátország királya is volt a magyar király Szent László, illetve Kálmán óta, tehát innen a rendelkezés, amikor jött a török, a horvát nemesi családok értékeiket mentve Magyarországra menekültek, és ez az oklevél, és itt is több oklevél, IV. Bélának az aranypecsétjéről is, aranypecsétes oklevelei is ebben a csomagban voltak, Magyarországra jöttek, és a Subicsoknak az egyik magyarországi ága lett a Melit család, akiknél szépen nyomon követhető ennek az aranybullás oklevélnek a megléte. Majd a kihalásuk után házassági kapcsolatok révén jutott a 18. század végén a kállai családnak a levéltárába, Nagy Kállóra, és ők szépen betették a saját gyűjteményük darabjai közé, és egy idő után aztán azt gondolták, hogy ez valószínűleg rájuk is vonatkozik, és innentől kezdve a 19-20. Században számos olyan tévedés látott napvilágot részben a történeti irodalomban is, de főleg inkább a sajtó és a közéletben, hogy a kállai család őrizte meg az aranybulla egyetlen eredeti példányát. Ez egy elég friss 2000-es újságcikkből vágtam ki ezt a hozzászólást, de az eredete az a révai lexikonra megy vissza, amelyben pontosan ugyanezt a tévedést, ma már tudjuk, hogy tévedést olvassuk, megőriztek egy aranypecsétes oklevelet, de ez nem a nagybetűs aranybulla, ami a kállai család levéltárában található. És ha már aranybullákról beszélünk, akkor hadd mutassam meg, illetőleg pár szót hadd szóljak a harmadik, II. András féle aranypecsétről, aranybullás oklevélről, mert három van tudomásunk szerint a világon, II. András király aranypecsétjeiből. Ez a példány az esztergomi prímási levéltárban van, és az 1233-ban kiadott Beregi egyezménynek a pergamen példányát erősíti, és ez is pontosan ugyanettől a verőtőtől származik, tehát ez a három pecsét egyértelműen bizonyítja, hogy egyszer készítetett II. András aranypecsétet, és ezt használta végig.
Az előbb említettem, hogy ismerjük az aranybulla, a nagybetűs aranybulla, az 1222-es aranybulla szövegét. Honnan is ismerjük ennek a törvénynek a szövegét? Onnan ismerjük, hogy későbbi királyok, illetőleg főpapok ezt átírták, lemásolták. Ezek közül a legelső hiteles másolat az Nagy Lajos királynak az 1351. évi törvénye, amely úgy kezdődik, hogy átírja, átmásolja az 1222-es aranybullának a szövegét. Kiemeltem itt azt a helyet, ahol az aranybulla kezdődik, Andreas Dei Grazia Hungariae Rex-el, és a különböző példányok összehasonlításából az derül ki, hogy egy nagyon jó szöveggel van dolgunk, tehát a királyi kancelláriában 1351-ben még megvolt, meg kellett lennie az aranybullának, hogy ezt az oklevelet kiadhassák. Első Lajos a saját politikája érdekében azt is megjegyzi, hogy nem szó szerint írja át minden cikkejét, ami neki nem tetszett, azt javította, módosította. Ilyen volt például az aranybullának az a cikkeje, hogyha a királyi szerviens fiútod nélkül hal meg, akkor birtok a negyed részét leányai örököljék, a többiről pedig úgy intézkedjék, ahogy akar, azaz a szabad végrendelkezés kapuját nyitotta ki a birtokos társadalom felé. Ez Lajos korában már hátrányos volt a királyi hatalom számára, és helyette az ősiség a nemesi család birtokának az elidegeníthetetlenségét hangsúlyozza, de ezt kifejezetten megmondja a törvény átírásakor Lajos király. Ebből a Lajosféle átírásból 8 példányunk van most meg, és ha belegondolunk abba, hogy 1351-es oklevélből 8 példánnyal rendelkezünk, akkor nincs mit csodálkoznunk azon, hogy egy több mint 100 évvel korábbi, még a tatárjárás előtt kiadott oklevélből a 7 példány ellenére, 7 kiadott példány ellenére egy sem maradt meg. Bizonyosan nem 8-at állítottak ebből ki, mert a rendelkezésre álló példányainknak a hátlapján ott van annak a megyének a neve, amely megyének szánták ezt a törvényt. Tehát ekkoriban már a megyék megkapták, kihirdetés után, ha kérték nyilvánvalóan, megkapták és kifizették ennek az árát, akkor megkapták az oklevelet, és ilyen formán fennmaradhatott. Nem tudjuk, hogy hány példányt készítettek. Elképzelhető, hogy ha minden megye kérte, akkor 50-60 példány is készült, de az is, hogy ennél sokkal kevesebb. Ez ma már nem kideríthető. Itt kezdődik tehát az a szöveg, amely egy 1351-es átiratban maradt fönn, és ahonnan ismerjük ennek a virtuális tárgynak a megfogható, mégiscsak megfogható szövegét. Van azonban még egy példányunk is, amely a történeti kutatásban elég nagy szerepet játszott. Ez a zoklevél egy nagyon, úgy mondanánk, hogy egyszerű másolat, mert hogyha visszaugrunk a Nagy Lajos kori példányra, akkor itt látható a szókezdő nagy elbetűvől, hogy Ludovikus Lajos király maga vezeti be az oklevelet, és elmeséli azt, hogy törvényt hoz, és itt van András király törvénye, ezt átírja, és utána a záró rész megint Lajos király kancelláriájának a fogalmazványa, és saját pecsétjével látja el, hitelesíti a példányt. Ez így szabályos a királyi kancelláriában. Ez az oklevél azonban, amit itt láthatunk, ez
szintén egy másolat vagy átírás, ezt azonban nem hitelesítette senki, hanem rögtön ugyanúgy kezdődik, in nomine sancte trinitatis et induidi unitatis Andreas Rix, tehát ugyanúgy kezdődik, mintha ez maga az eredeti oklevél volna, azonban ránézésre megállapítható, hogy ez nem lehet egy 13. századi oklevélnek az írásmódja, és ebben megerősít minket az a négy pecsét, vagy ma már három, mert egy közben, időközben elveszett, eltűnt, az a négy pecsét, amely egykor az oklevelet hitelesítette. A végén sincsen semmiféle kiegészítés, magyarázat arra vonatkozóan, hogy mikor csinálták ezt a másolatot, miért csinálták, egyáltalán mi volt a céljuk vele. Azonban a pecséteket tudjuk azonosítani a rajtuk lévő felirat alapján, és nagyon szépen kirajzolódik az, hogy négy főpapi pecsét, négy püspöki, illetve érseki pecsét van rajta, és ebből kettő az esztergomi főegyházmegyének a főpapja, a nyitrai, és valószínűleg az esztergominak kellett itt lenni középen a szimmetria miatt, mert a harmadik pecsét az a kalocsai érseké, az érseké egy kicsit nagyobb, mint a püspöké, tehát logikus, hogy az esztergomi érsek pecsétje volt a második, és a negyedik pedig a kalocsai érseki tartomány szufregániusa, a csanádi püspöknek a pecsétje, tehát mintegy az egész magyar főpapi kart jelképezi, és hogyha megnézzük ezeknek a főpapoknak a hivatalba lépését, akkor a közös idő az 1317 és 21-re rajzolódik ki, és hogyha elkezdünk nyomozni ezeknek az éveknek a történetében, akkor nagyon hamar megtaláljuk az 1318-as esztendőt, amikor is a magyar főpapok Kalocsán gyülekeztek össze, és megpróbáltak kierőszakolni egy országgyűlést Anzsú Károlytól, Károly Róberttől, kvázi ellenzéki megmozdulást hajtottak végre. Ez egy nagyon kínos, kényes téma lehetett számukra, mert például Jánki László kalocsai érsek, akinek a székesegyházában ezt az összejövetelt tartották, a király egyik legbizalmasabb embere volt, a kancelláriában dolgozott, tehát ez a főpapok kettős identitása bizonyára sok problémát okozott nekik. Minden esetre ők az ország érdekében léptek föl. A történetben nem nagyon érdemes belemenni. Csák Mátéval egy adott politikai szituációban Anzsú Károly kiegyezett, és nem kérte rajta számon azt a sok pusztítást, amit a nyitrai egyházon, konkrétan fölégette a székesegyházat, egyházon végzett, és ezt a főpapok nagyon nehezen bocsátották meg, sokkal keményebb fellépést követeltek Károlytól, nem véletlenül a nyitrai püspök egyébként az aláíróra. Magyarul nagyon szépen tudjuk kötni ezt az oklevelet az Anzsú korhoz, a magyar főpapok akciójához, és ez az első alkalom, amiről tudunk, hogy az aranybulla, az 1222-es aranybullának a szövege a politikai érdeklődésnek a középpontjába kerül, felhasználják ezt a szöveget az aktuális politikai céljaik kinyilvánítása érdekében. Nyilvánvalóan azt gondoljuk, hogy vagy az esztergomi, vagy a kalocsai példány alapján másolhatták ezt le, valószínűleg inkább a kalocsai példány alapján ott helyben, és valószínűleg feltételezzük, hogy ezt Anzsú Károlynak bemutatták, hogy legyen szíves írja át, aki nem írta át, és még egy emberöltőt kellett arra várni, hogy Lajos király a nápolyi hadjáratok után tulajdonképpen köszönetét fejezve ki az egykori bajtársaknak, nemeseknek, megerősíti az aranybullát, és ettől kezdve bevonul a magyar koronázási, trónra lépési szertartásoknak
a ceremóniái közé, és Lajos után következő királyok, Mária királynő, Zsigmond és a többiek, Mátyás azzal kezdik az uralmukat, hogy Lajos királynak, érdekes módon nem az eredetit, hanem Lajos királynak az 1351-es törvényét írják át. Tehát nagyon sok példányunk van fönt a későbbi, maradt fönt a későbbi királyoknak az átírása alapján, úgyhogy szövegből végül is nincs hiány. Ez az oklevél egyébként, ez egy korai 19. századi fénykép, ez már egy restaurált állapotot mutat. Maga az oklevél, az azt gondolnánk, hogy primási levéltárban maradt fönt, és azt gondolnánk, hogy esetleg köze van az esztergomi érsekhez, mint őrző intézményhez. Valójában azonban nincsen köze hozzá, és éppen ezért Esztergomban van ma egy aranybulla, az országos levéltár 7 példánya és a primási levéltár 1 példánya némi idézőjelben harcban van egymással, hogy ki is őrzi valójában az aranybullának a hiteles szövegét. Mi azt mondjuk, hogy mi több példányban, és a mennyiség amúgy is a mi avunkra áll. A primási levéltár azt mondja, hogy az övék régebbi, 1318-ból, de az nincs hitelesítve. Tehát úgy elvitatkozgatunk egymással, hogy melyikünké a jobb példány. Az esztergomi példány végül is úgy került a levéltárba a 18. században, hogy az erdélyi Kornis családnak a levéltárából az özvegy, Kornis Antal özvegye ajándékozta az esztergomi érseknek ezt a példányt, tehát egy családi levéltárban maradhatott fönn, és tudjuk azt, hogy a Kornis család levéltárában családnak a tulajdonában egy középkori, méghozzá anzsúkori kárpit is megmaradt. Egy nagyon szép kárpit, ami ma a Főszékesegyházi kincstárnak a tulajdona, ennek is nagyon kalandos útja volt. Tehát lehetséges, hogy itt az anzsúkortól fogva a Kornis család őrizte meg ezeket az erekéket. Egyébként érdekes a történetben az, hogy az özvegy, mintha meg akarná vesztegetni az érseket, állást kért az egyik rokonának, és ezért ajándékozta az oklevelet neki. Az állás végül is nem kapta meg, de a levéltárban ott maradt az oklevél, és így ma a rendelkezésünkre áll. Tehát megvan a szöveg, megvan az aranypecsét, és van egy olyan hihetetlen utóélete ennek a darabnak, ennek az oklevélnek, ennek a virtuális vagy valódi oklevélnek, ami azt gondolom, hogy szinte egyedülálló, a Magna Carta mérhető hozzá értelemszerűen, de Európában szinte egyedülálló módon bír kultusszal ez az oklevél. Nagyon fontos hangsúlyozni azt a közbeszédben lévő tévedésekkel, különösen a jogászok által hangoztatott tévedésekkel szemben, hogy valójában ez a szöveg ott és akkor 1222-ben nem írott alkotmánynak készült, egyáltalán nem, majd látni fogjuk, hogy egy adott politikai konfliktust akar megoldani, feloldani, éppen ezért nagyon gyorsan elfelejtik, nem foglalkoznak vele, nem idézgetik, hanem csak sokkal később, méghozzá 15. század végén, a 16. század elején Verbőci István fedezi fel, és a sarkalatos nemesi jogokat rögzíti a hármas könyvében, és innentől kezdve ismerté válik, hogy ezek a jogok az aranybullából származnak, majd a 17. század elején a bocskai mozgalom az, amely felfedezi az ellenállási záradékot, az ellenállási jogot, és ettől kezdve tulajdonképpen kilép abból a szerepéből, amelyet a történelem emlékeként őrzött az aranybulla, és innentől kezdve az akkori jelen politikai esemény történetének és a politikai vitáknak az igazolójaként szerepel sok-sok évtizeden keresztül. Rárakódott egy csomó por, aminek a nagy része ma már tudjuk, hogy nem igaz, és annak az újkori néhány évszázadnak a szemléletmódját tükrözi. Ezzel nem is érdemes tulajdonképpen most foglalkoznunk, hanem az eredeti ősi pillanatokat kell megragadnunk,
azokat a pillanatokat, hogy hogyan és mikor is születhetett ez a kiváltságlevél. Megpróbáltam egy táblára kirakni ezt a szöveget, hogy érzékeljük így egyben ennek a jelentőségét. Valamit azért csak lehet belőle olvasni az első sorokban, de ez egy olyan oklevél, amit amúgy is ismerünk magyarul, mert nagyon sok magyar fordítása van, szinte már az óvodás tankönyvekben, szöveggyűjteményekben ezt állandóan hozzák, és a történeti ismereteink alap elemévé vált az aranybulla. A rendelkezéseinek az egyharmada az a királyi szervienseknek az ügyeivel foglalkozik. Ezeket egy kicsit feketével hoztam, hogy látszódjon, hogy mennyire fontos volt ez ennek a rétegnek a megjelenítése a szövegben. Az ő kiváltságaikat és az ő jogaikat rögzíti. Éppen ezért a szakmai köztudatban úgy is szoktuk emlegetni ezt a 22-es oklevelet, hogy ez a szerviensi aranybulla, majd következik, hogy vannak még más aranybullák is. Ez tulajdonképpen nem Magyarország alkotmányának készült, hanem a királyi szerviensek számára kiadott kiváltságlevélről van szó. Ha beleolvasunk a preambulumába, a bevezetőjébe, akkor nagyon furcsa, mismásoló mondatokat hallunk. Szovák Kornél fordításában ez úgy hangzik: mivel úgy országunk nemeseinek, mint másoknak, a Szent István király által elrendelt szabadsága, egyes uralkodók erőszakossága miatt, akik hol tulajdon haragjukért vettek elégtételt, kire gondolhat vajon a király magára, hol meg gonosz vagy saját hasznukat hajszoló emberek álságos tanácsára hallgattak, számos tekintetben csorbát szenvedett, a nemeseink kérésekkel és fáradhatatlan álhatatossággal számos alkalommal ostromolták már a mi és a mi elődeink, az ő uralkodóik felségét az ország megjavítását illetően. Mi tehát kérésüknek eleget kívánunk tenni, amiképpen reánk nézve ez kötelesség is, leginkább azért, mert ezen okból közöttünk és ő közöttük, mármint az ország vezetői, bárói között, közöttük, gyakorta nem csekély, keserű összetűzésekre került sor, amit ildomos elkerülni azért, hogy a király tekintélye még nagyobb megbecsülésnek örvenjen, ezt pedig senki más nem tudja hatékonyabban előidézni, mint ők. És akkor itt jönnek a rendelkezések, a mítikus törvényhozó, a Szent Király, Szent Istvánnak a szabadsága tulajdonképpen visszatér a Szent Király által adott szabadsághoz, úgy általában véve, és akkor szépen jönnek az ismert cikkelyek, a fehérvári törvénynap, az, hogy a szervienseket, nemeseket nem lehet bíróítélet nélkül letartóztatni, hogy adómentesek, stb. Ez a szöveg, ami itt előttünk van, tehát az az 1222-es, mondhatjuk így, hogy probléma halmaz, probléma csokor, amit a magyar történetírásnak mindig is nagy fejtörést okozott a mai napig, és lássuk, hogy mit jelent valójában mi, mert itt eddig lényegében véve a rendelkezésekről van szó, ezt ismerjük, mit jelent, mi az, hogy aranybulla probléma. Először is az, hogy a vége az oklevélnek, az kevés információt tartalmaz. A harmadik Béla és második András idején már bevett formula volt, hogy egy királyi privilégiumot méltóság sorral látnak el, azaz az udvarban működő főurak és főpapoknak a nevét és tisztségét felsorolják, mint egy azt igazolva, hogy ők vállalják a királlyal együtt ennek az intézkedésnek a következményeit, és felsorolják ezeket a tisztségviselőket. Na most, ha arra keressünk választ, hogy
mikor és hol adták ki az Aranybullának a szövegét, akkor gyakorlatilag semmiféle információt nem kapunk erről, csak egy évi keltezés van, hogy 1222-ben adta ki második András, és van egy méltóság sor, amely ebben az esetben kivételesen soha máskor nem fordul elő ilyen, csak a főpapokat sorolja föl, és a főurak, a nádor, az országbíró, a tárnokmester nincsen benne. Nem tudjuk, hogy ennek mi az oka. Ez egy különlegességet jelent az oklevél kibocsátásában. A püspökök közül egyetlen főpap hiányzik, a nyitrai és az erdélyi, de a nyitrait általában nem szokták megemlíteni, az erdélyit általában mindig meg szokták említeni, viszont ekkor betöltetlen volt az erdélyi püspöki szék. Egy francia származású, normán származású prépostot, váradi prépostot választottak meg, Rajnáldot, és ezt a pápa csak június 3-án erősítette meg. Ezt követően egy pár hétnek el kellett tenni, amíg az információ Magyarországra jön, tehát rögtön adódik a lehetőség, hogy ez 2022 első felében keletkezett ez a szöveg. Nincsen benne a keltezési hely sem. A történeti irodalomban nagyon gyakran, itt is tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek a városok küzdenek az aranybulláért. Egy fehérvári nyilván Fehérváron kelt. Egy esztergomi számára természetes, hogy hol máshol adták ki, mint Esztergomban. A történeti irodalomban mind a háromnak van, még Óbudának, amit említeni kell, mind a háromnak van jelentősége. Különböző okok miatt, de Óbudán az akkori, az ottani királyi várban, az Árpád híd, budai híd fője közelében a református templom alatt tárták föl ezt a királyi várat. Vagy ott, vagy Fehérváron, vagy Esztergomban kellett, hogy a kibocsátásra sor kerüljön. Ami a legnagyobb fejtörés és a legnagyobb problémát okozza a szövegben, hogy azt mondja, nem csak az 1222-t állítja, hanem a királyok is pápai szokást eltanulva az uralkodói éveiket is meg szokták adni. A normál esetben ez úgy történik, hogy András királyt 1205. május 29-én koronázták Magyarország királyá, tehát az első uralkodási éve az május 29-től a következő év május 28-áig tart, és akkor így szépen nagyon, nagyon jó, hogy ezt megtették, mert így pontosan tudjuk követni azt, hogy az évnek a melyik időszakában adhattak ki egy-egy oklevelet. Ezzel a 17-es csak az a probléma, hogy II. András oklevelei közül azért van néhány, ami megmaradt, és ebből két darab van, ami a 17. uralkodási évet említi. Mind a kettő 1222-ből, ezek közül az egyik az aranybulla, a másik pedig az aranybullának egy társ oklevele, amit szintén ugyanebben az időben adtak ki. Az az érdekesebben az uralkodási évben, hogy 1205 és 17 között, tehát uralma első felében II. András normálisan a koronázásától számította az uralkodási éveit. Azonban valamiért, nyilvánvalóan a szentföldi hadjárattal összefüggésben, hazatérése után 1204-től számította, és hogyha itt a különböző kronológiai lehetőségeket átgondoljuk, akkor az tűnik nagyon valószínűnek, hogy azt az időpontot tekintette, nem a koronázását tekintette uralkodása kezdetének, hanem bátyjának, Imre királynak a kérését, hogy kormányzóként, amikor megbetegedett, vegye át tőle a kormányrudat, és kormányozzon ő. Ezzel az a probléma, hogy közben volt egy harmadik László néven született királya is az országnak, aki csecsemő volt még, kiskorú volt, 1204 és 1205 között nagyon rövid ideig uralkodott, és ezzel az uralkodási év változással András király 1218-tól semmibe vette
László királynak az uralkodását, és rögtön Imrétől számította a saját uralkodási éveit. És itt jön be az a nagy változás, hogy 1222-ben viszont a 17. uralkodási év számít, tehát visszatér arra, hogy koronázásától számítsa. És hogy a kép még bonyolultabb legyen, 1222-ből vannak olyan okleveleink, ahol újra 1204-től számította az okleveleit. Na most az uralkodási éveit. Na most ha összeadjuk ezeket a lehetőségeket, akkor és tudjuk azt, hogy mi történt a politika történetben, hogy András király úgy jutott hatalomra, hogy tulajdonképpen kifúrta a bátyját a trónról, és a gyereke szerencséjére korán meghalt László, és így el tudta foglalni a várva várt trónt. 1218-tól sokkal határozottabban, mint egy semmibe véve Imrének az uralkodása végét és Lászlónak az uralkodását, tulajdonképpen megsértette, ma így mondanánk, megsértette azt a csoportot, amelyek azt a csoportot, amely Imre párti főurak név alatt vonult be a történetírásba. Ugye itt egy testvérharcról volt szó 1205 előtt, tulajdonképpen a püspöki kar és a főurak is két pártra oszlottak, jó magyar szokás szerint, és mindegyiknek megvolt a maga jelöltje, a herceg, illetőleg a király, és ezek nagyon kemény hadmozdulatokat is jelentő csatározásokat folytattak egymás ellen. Ez az ellenzék, ez második András trónralépét követően bekerült imit-amott a kormányzati struktúrába, és elfogadta a királynak az uralkodását, de amint lehetősége adódott rá, akkor mozgolódni kezdett, és folyamatosan jelen volt második András uralkodása idején, és ez egyfajta ellenzéki kört jelentett. Mindenképpen figyelembe kell venni a politikájában azt, hogy mit gondol az Imre párti főúri társaság. Ahhoz, hogy az 1222-es aranybulla kibocsátásának a körülményeit világosan lássuk, mindenképpen tisztán kell látnunk azt, hogy mennyire borzasztóan kevés információból kell dolgoznunk. Tehát néhány kockán meg fogom tudni mutatni, hogy milyen forrásaink vannak, és ebből kell összerakni azt a képet, amit mondjuk az iskolában majd lehet tanítani. A pápai források rendkívül fontosak. Sajnos ez egy olyan fekete doboz, aminek csak a kimenetelét tudjuk. A pápai levelek megmaradtak, regisztrumba ezeket átírták, és ezek fönnmaradtak. Tehát tudjuk azt, hogy harmadik Honorius pápa mit írt a királynak, a fiának, Béla hercegnek, illetőleg a magyar főpapoknak, de azt nem tudjuk, hogy milyen levél ment Rómába, mire érkezett meg tulajdonképpen ez a válasz. Van két pápai levelünk, az egyik ez, 1222. július 4-éről, amelyben arról van szó, hogy felszólítja a pápa a magyarországi főpapokat, hogy térítsék észre azokat az elvetemülteket, azokat a perverz embereket, akik nem a királynak, Andrásnak, hanem a fiának, Bélának akarnak engedelmességgel tartozni, és az országban viszályt idéznek elő. Nem azért koronáztatta meg András a fiát, hogy más uralkodjon helyette, és igenis a fiú engedelmeskedjen az apjának. Pártot ütnek, egyházi átokkal kell kényszeríteni őket. Ez a levél egy nagyon komoly konfliktusról szól, amely a király és a fia között, illetőleg a fia mögött álló főúri tábor között robbant ki. Nyilván az Imre párti főurak hamar fölismerték azt, hogy
hogy az anyját, 1213-ban az édesanyját elvesztő Béla király nem úgy gondolkodik, ahogy az apja, sokkal jobban szerette egyébként Gertrúdot, mint az apját, állandó konfliktusban voltak. Nagyon könnyen megtalálták egymást, és úgy tűnik, hogy nagyon szoros szövetséget kötött az Imre párti ellenzék és Béla királyfi, oly szoros szövetséget, hogy 1214-ben 8 éves volt még Béla, és keresztül tudták vinni az, hogy királlyá koronázzák a 8 éves gyereket András király akarata ellenére. Na most ezek a rejtett konfliktusok folyamatosan jelen voltak. Tehát ez harmadik Honoriusnak a júliusi levele, és van még egy levél, amely év végén keletkezett, és ez a levél aztán nagyon sok problémát és fejtörést okozott a történetkutatóknak. Mint látni fogjuk majd, van, aki elveti ennek a forrásértékét, van, aki szó szerint úgy gondolja, hogy az történt, ami itt ebben a levélben le van írva. Mindenképpen itt is egy nagy forradalom, zúgolódás, palota forradalom eseménye rajzolódik ki a szövegből. Zavargások, ahogy a szövegből megtudjuk. Magyarországon mostanában decembert ír a pápa, tehát mostanában azt határozták, hogy az egész nép évenként kétszer gyűljön egybe, és a gyűléseken a király legyen személyesen jelen. Ugye tudjuk, hogy az aranybullában nem ez van. Évente egyszer kell megjelenni Székesfehérváron a törvénynapon, és lehet helyettesíteni a nádorral a király. Tehát miről beszél a pápa? Ez a roppant sokaság, elvetve az észtől parancsolt szerénységet, nehéz és igazságtalan dolgokat szokott a királyától követelni. Az előttük gyűlöletes főurakat fosszák meg méltóságuktól, üzzék ki őket az országból, javaikat a nép ossza szét, tiszta forradalom, tényleg. Ezáltal már most a király válságos helyzetbe jut, ha a tömeg akaratát teljesíti, akkor az igazságot sérti meg, ha meg a másik oldalra áll, akkor szintén bajt okoz. Tehát a pápa beleavatkozik a béke érdekében a magyarországi belpolitikába, hogy a törvényes utat tartsák be. Tehát ezekből a forrásokból kell nekünk összerakni azt, hogy valójában mi történt 1222-ben Magyarországon, és miért született meg az aranybulla. A két pápai levél mellett itt vannak azok az oklevelek, hát nem sok, amelyek beszámíthatók olyan szempontból, hogy van bennük méltóságsor, és így pontosan tudjuk azt, hogy melyik kormány volt akkor uralmon, amikor az oklevelet kiadták. Ugye az aranybullát már említettem, a 17. uralkodói évvel, és mivel május 29-e előtt, május 29-én koronázták a királyt, ez mindenképpen arra mutat, hogy május 29-e előtt kellett, hogy keletkezzen az oklevél, maga az aranybulla. A másik nevezetes darab az a német lovagrendnek szóló oklevél, és ez a kettő abban egyezik meg, hogy mind a kettő a 17-es uralkodási évet jelöli meg, ugye az aranybullában nincsen főúri méltóságsor, csak püspöki. Itt a német lovagrendi oklevélben viszont megismerjük az ellenzéknek a vezérét, tehát itt egy kormányváltás történt, Vejte fia Tódor az új nádor, és az Imre párti főurak kerültek be a kormányba. Nyilvánvalóan ez a sok viszály, amiről a pápa ír, erről szólt, hogy ők a régi kormányt leváltották Andrással, és magukat ültették a királyi tanácsba helyettük. És van négy további oklevelünk, illetőleg összesen hat, de van négy olyan oklevelünk, amely egy bizonyos Barcz fia Miklós nádorsága alatt kelt, és kormányzata alatt kelt. Ő 1222 előtt volt Magyarország nádora, és II. Andrásnak egy nagyon-nagyon jó munkatársa volt.
Tehát 4 ilyen oklevelünk van, és van 2 szintén 1222-es oklevelünk, ahol egy harmadik nádor szerepel, Kánnembeli Gyula, aki nyilván a megoldás után ő lesz majd a konszenzusos ember, szintén második Andrásnak a nagyon jó embere, és 22. novemberétől 1226-ig ő fogja vinni a kormányzatot. Tehát itt nagyon szépen kirajzolódik azt, hogy van egy puccs, a puccsnak következményei vannak a királyi tanácsra nézve, következményei vannak az oklevelek kiadására nézve is, és ebből kell összerakni valamiféle képet. Itt tulajdonképpen 2 álláspont van jelenleg ezen a területen. 1899-ben Karácsonyi János vázolta fel azt a képet, ami mostanáig a tankönyvekben szerepelt. Nevezetesen, hogy az Imrepárti főurak és Béla királyfi egymásra találtak, egy nagy népmozgalom történt, csatlakoztak hozzájuk a királyi szerviensek, a birtokos, középbirtokos magyar urak tulajdonképpen, és ez lázongásba torkolott, és az Imrepárti főurakkal összefüggésben kikényszerítették az aranybullát II. Andrástól. Ez a mondat, amit ideírtam, ez már nem tudom, hogy honnan van, de annyira jellemző, hogy igazából ez vált uralkodóvá az elmúlt 100-200 évben, hogy az elégedetlen bárók, az adományozásból kimaradt elégedetlen bárók, a szerviensek a tömegbázist jelentették, a fehérvári törvénylátónapon kiadására kényszerítették a királyt. Ez rögzült tulajdonképpen a tudatunkban. Van egy másik rekonstrukció, amit 2010-ben fogalmazott meg először Zsoldos Attila, és aztán tovább finomítva az Aranybulla esztendeiben 2022-ben több könyv és tanulmánykötetben is ez a fajta koncepció teljesedett ki, és tulajdonképpen most ez határozza meg a tudásunkat, mint egy lecserélve Karácsonyéknak a történetét, ez a zsoldosféle rekonstrukció határozza meg a jelenlegi tudásunkat. Ennek a rekonstrukciónak a lényege abban foglalható össze, hogy az a 4 oklevél, amit a korábbi kutatók Karácsonyi János 22. második felére tett, és itt 2 kormányváltásról van szó, Vejtefia Tódor átveszi a hatalmat, kikényszerítik az aranybullát II. Andrástól, majd ők kibuknak a kormányból, jön vissza Barcz fia Miklós, és utána még egy nagy tüntetés, megmozdulás van, és akkor jön a konszenzusos új kormány Kánnembeli Gyulával. Ezt a koncepciót oldotta meg úgy Zsoldos Attila, hogy a Barcz fia Miklós társaságaként méltóság sorban megjelenő főurak oklevelei, azok az aranybulla kiadása előtt keltek, tehát 1222 első hónapjaiban keltek, és a kormányváltásra tulajdonképpen csak április-május környékén kerülhetett sor. Majd jön az a 2 oklevél, ami a 17. uralkodási évet jelenti. A normális, térjünk vissza a koronázásra, uralkodási évet. Nyilvánvalóan András király engedményt tett, és meghunyászkodott, ha tetszik. Fogalmazhatunk így is. És az utolsó 2 oklevél, az pedig már az új kormánynak a működése során jött létre. Ez a fajta új koncepció nagyon jól összekapcsolja szintén az Imre királyfi és a Béla királyfi és az Imre párti főuraknak a szövetségét és a kormányváltást, azonban egy teljesen más logika szerint úgy rekonstruálja a történteket, hogy valójában az aranybullát nem kikényszerítették II. Andrástól, hanem ő maga a saját akaratából adta ezt ki, éppen azért, hogy a Vejtefia Tódor féle lázongó csoportnak az igényeit kielégítse, és
leszerelje őket. Tehát az egész szöveg királyi akaratot tükröz, és szó sincs semmiféle kényszerről. És itt, hogyha megnézzük a rendelkezéseket, és végignézzünk ezeknek a történetén, akkor valóban nagyon sok olyan érvet lehet felhozni, amelyben teljesen igaza van Zsoldos Attilának, rögtön a tekintetben, hogy a szerviensek nem lázonghattak, mert hogy az ő érdekükben adatott ki az aranybulla, tehát semmi okuk nem volt arra, hogy nem volt konfliktus II. András és a királyi szerviensek között. Ő maga hozza létre ezt a társadalmi réteget ezzel a terminológiával az 1210-es években, éppen rájuk támaszkodik, és az ispánok hatalmát akarja megtörni, és jogokat veszel az ispánoktól, a királyi szervienseket viszont kiváltságokkal látja el, bírói és katonai kiváltságokkal látja el, nem a megyében kell neki katonáskodni, hanem királyi zászló alatt, és sorolhatnám tovább. Tehát tulajdonképpen valójában nagyon sok olyan cikket lehet felsorolni, amely tényleg a király rendelkezéseit tükrözi. Ha csak a zsidó és izmaelita só és vámtiszteknek a tilalmát nézzük, akkor teljesen logikusnak tűnik, hogy a király be tudja azt vállalni, hogy többi nem fog alkalmazni ilyeneket. Mindenki tudja, hogy fog. Negyedik Béla is engedélyt kér a pápától, hogy ad alkalmazhassa, mert ők értenek ehhez. Viszont a tárgyalások során ez egy olyan adó a király kezébe. Hát a törvény ezt írja, mennyit engedtek a feléből a bérbeadás során, tehát az államháztartás mindenképpen jól jár ezzel a megközelítéssel. Van azonban egy másik megközelítés, gondolkodásmód, amely úgy gondolom, hogy még a köztudatban nem kellően épült be, mert nem monográfiában jelent meg, hanem eldugott tanulmány kötetben. Viszont ha hosszú távon nézzük, és színe ira egy stúdió, próbálunk véleményt alkotni, mint ahogy én most beszámolok a történetírói koncepciókról, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen figyelembe kell venni ennek az új koncepciónak is a gondolkodását. Bácsatyai Dániel azzal egészíti ki, vagy azzal módosította Zsoldosnak az elképzelését, hogy egy új forrástípust fedezett fel, nyugodtan mondhatjuk, és ennek a forrástípusnak a tágabb környezetét magyarázza úgy, hogy az aranybulla kiadásához köze van. Ez pedig II. András II. Feleségének az 1215-től házasságban élő Jolántának a hitbére. Ugye a hitbér azt jelenti, hogy a főúr vagy a király a királynénak a házasságért bizonyos márka összeget fizet jelképesen, 8000, 12000 márka összegek, ezek nagyon nagy összegek voltak, és valamilyen ingatlant leköt, annak érdekében, ha a királlyal bármi történik, akkor a feleségnek az élet színvonala megfelelően tudjon folytatódni. Ezeket az adatokat gyűjtötte össze bácsat, és abból indult ki, hogy 1251-ből fennmaradt Jolántának a végrendelete, aki nem azonos ezzel a Jolántán, a lánya volt, ugyanilyen nevű lánya volt, és az Aragón királynak a felesége lett, és a halálakor számba veszi, hogy mit ad a fiainak, és közli azt, hogy a pozsonyi ispánság is az enyém, amit most Béla király birtokol, de valójában az az enyém is itt. Ha összegyűjtjük és ránézünk erre a táblára, hogy hogyan próbálta II. András rendezni Jolántával a hitbér kérdését, akkor bizony az 1222-es esztendőben kulminálódnak ezek az adatok. Először 1217-ben köti le a bodrogi ispánságnak a jövedelmeit, majd 22 elején az egész pozsonyi ispánságot odaadja
Jolántának, és ez az oklevél, ami egyébként egy pápai átírásban maradt fönt 1222. december 9-től, 1977 óta ismert lehetett, illetőleg a világháló legalább 10 éve fönt van. A kutatás eddig mégsem vette ezt figyelembe különböző okok miatt, és ez az oklevél azért nagyon izgalmas, mert a Pozsonyi Ispánság adományozásnál András védnököt jelöl ki, tútort jelöl ki, méghozzá az osztrák herceget, és az ország előkelőit, hogyha valaki nem akarná megtartani ezt az adományt, akkor ellenállhatnak, és be kell, hogy tartsa a későbbi királyt. Nyilvánvalóan az utódra kell gondolni, Bélára, aki majd követi őt a trónon. És vannak további adataink, amelyek a konfliktus elmérgesedéséről szólnak. Július környékén, valószínűleg júniusban II. András elveszi a fiától a szlavón hercegséget, amit pár éve birtokol, és a feleségének adja hitbérül. Hát ez gondolom olyan problémát jelentett az imrepárti főurak és a Béla herceg között, ami már az elviselhetetlenségig fokozta a konfliktust. Megtörténik az, ami aranybulla kiadása, stb. És 22 végén azt látjuk, hogy a pápa nem a szlavóniai adományt, hanem a pozsonyi ispánságot erősíti meg. Ezt megkapja Jolánta, hogyha András meghal, akkor ez lesz az övé. Nem történt így, tehát András meghalt, és Jolánta semmit, már nem is élt, de nem kapott, akkor ha életben marad, akkor se kapott volna semmit. De maga az elv, hogy az ország egy darabját kiveszik, és odaadják egy, és leszármazói vannak akkor a féltestvéreknek, ez elviselhetetlen volt az ifjú trónörökös számára. És van egy oklevelünk, amit éppen Béla királyfi adott ki, István zágrábi püspököt dicséri, hogy birtokot kap, és az a magyarázat, hogy az egykor atyánk és köztünk támadt, és az ország mérhetetlen kárára egyre súlyosbodó viszályt egyetértés váltotta fel, és ő ebben nagy szerepet játszott, tehát tulajdonképpen ő volt a békeközvetítő, és a különféle felfordulások viharaiban hánykolódó egész nép megbékélt. Tehát vége a forradalomnak, kibékültünk egymással, mostantól kezdve nincsenek problémák. Most ezeket az adatokat Bácsatyai azt mondja, hogy nem lehet nem figyelembe venni, amikor az aranybulla keletkezés történetéről beszélünk. Tehát mindenképpen van benne valamiféle kényszerítés, és vitatja a teljes királyi iniciatívát az aranybulla kiadásában. Hogyha megpróbáljuk ezek alapján összerakni azokat az oklevél információkat, amelyek rendelkezésünkre állnak, akkor nagyon szépen kirajzolódik az, hogy ez az év elejé pozsonyi adomány, onnan tudjuk, hogy az év eleje volt, hogy a 18. uralkodási év szerepel benne. Az összes többi nagyon szépen beleillik Barcz fia Miklós, II. András régi hű kormányának a tevékenységébe, majd történik egy kormányváltás, Vejte fia Tódor és társai bekerülnek a hatalomba, a királyi tanácsba. Egy nagyon kemény vita folyik arról, hogy milyen igényeik, ígéreteik vannak, hogyan lehet ezt megvalósítani, és Andrásnak jön egy zseniális trükkje, vagy valakinek a klerikusok közül, hogy hát kiadunk egy oklevelet, amiben beleírunk mindent, és ezzel majd szépen elintéződik a dolog. És ez az oklevél lett tulajdonképpen az aranybulla. És hogyha megnézzük megint a szöveget, akkor ez a 16. pont, hogy teljes ispánságokat, vagy bármiféle méltóságokat nem fogunk örök érvénnyel eladományozni, földbirtokul vagy ingatlan tulajdonul, ez a kitétel egyértelműen a király feleségének a pozsonyi adományozása ellen szól. Nem tudunk egyébként, ez mindig problémát okozott a történet, hogy mire vonatkozott ez. Soha nem adományozott el ispánságokat II. András, illetőleg jelentéktelen és ügyekről volt szó. Tehát, hogy ez hogyan kerül ide? Hát a
királyné számára lekötött birtokról van szó, és ez az egy tétel például biztos, hogy nem második Andrásnak az iniciatívája, hanem ezt az ellenzéke kellett, hogy kényszerítse. Nyilvánvalóan tudta, hogy úgyse fogom megtartani, már az adomány megtörtént, majd többet nem adok, vagy éppen nem fogom megtartani. És a 18. is nagyon érdekes, a szerviensek egy átjárhatósága, a fiú szabadon mehetnek a fiamhoz, és az öreg király, már mint én, a fiatalabbhoz, és fordítva ezért ne dúlják fel a birtokaikat. Nyilván ezek előfordultak, hogy pártot váltottak a főurak, és ezért a birtokaikat elpusztítását el kellett szenvedniük. És hogy tiszteletben fogják tartani egymást. Itt kettős hatalom az országban, az öregebb király és a fiatalabb király. Pontosan ugyanezt történik majd IV. Béla és az ő fia V. István között, tehát a kaptafa az már itt kialakult 1222-ben, csak aztán sikerült évvégére megbékélniük, és így nem lett belőle különösebb probléma. Hát ez az a politikai szituáció, amiben keletkezik az aranybulla, és mivel megoldódott a családi konfliktus, ami valójában az egész országnak a forradalmához vezetett, így a továbbiakban nem nagyon volt rá szükség, tehát nagyon érthető az, hogy el is felejtették igazából magát az oklevelet. Ez a 7 példány, ez sok vagy kevés, ami kiállítottak. Igazából véve azt tudjuk mondani, hogy sok. Nincsen rá példa, nincsen rá példa, hogy ilyet kiadtak volna, és itt megint felvetődik az, hogy biztos, hogy a királynak az iniciatívája volt-e az, hogy éppen 7 példányt adjanak ki, és hogy hová küldjék ezeket. Kapjon a pápa, írja be a regisztrumába, kapjon az ispotály, azaz a templomos, a johanniták, a templomosok kapjanak, kapjon az esztergomi káptalan, a kalocsai káptalan, a király és a nádor. Tehát nagyon szépen felsorolja azt, hogy kik kapjanak. Ezek közül mindegyiket nagyon nagy pusztítás érte. Tehát a királyi levéltárat itt a várban 1686-ban földig rombolták az ostrom során, ott gyakorlatilag semmi nem maradt meg. Tehát mindegyiknél nagy pusztulás volt. Van egy olyan levéltár azonban, és ez az esztergomi levéltár, amely nagyon kevés pusztulást szenvedett, és hogyha itt összegyűjtöttem, hogy milyen eredeti okleveleik vannak meg 1138-ból, 1157-ből. Eredeti pápai oklevelek vannak meg. Második Andrástól 26 eredeti oklevelet őrzött meg. Tehát Esztergomban meg kellett volna, hogy legyen, megőrződjön az aranybulla, ha ténylegesen megkapta volna. Itt valószínűleg az történt, hogy az egyház számára sérelmes volt az 1222-es szöveg, a tizedet természetben szedte, azt írja elő, hogy természetben kell adni, és a király nem fogja támogatni a püspököket, hogyha pénzben akarják ezt szedni. És ezt a sérelmet úgy tekintette az egyház, hogy ezen változtatni kell, és aztán változtatnak is rajta a megújításban. És így módon ez a kiváltságlevél a nem megőrzendő kategóriába tartozott, tehát hogyha kapott is belőle Esztergom, azt valahova jól eltették, hogy utána ne lehessen megtalálni. Ugyanígy problémát jelentenek az aranypecsétek is. A példányokra egy pillanatra visszatérünk, vannak több példányos oklevelei II. Andrásnak, van olyan, amelyiket kettő, de van olyan, hogy 3 példányba is adott ilyeneket, de 7 példányt se előtte, se utána nem adott. Tehát ez egy kuriózumnak számít, ez csak ennek az oklevélnek a sajátossága. Van-e aranypecsétes okleve előtte, utána? Igen, tudjuk bizonyítani, hogy 1207-től használta az aranypecsétet, aztán 1217-től jobban rákapott, és több oklevelet adott ki, de elsősorban egyházi személye, egyházi testületeknek adta, és nem a számunkra ma úgy gondolnánk, hogy politikailag fontos iratokat pecsételte meg. Tehát ez a 7 példány, ez mind 7 aranypecsétes példány, ez egy nagyon-nagyon tudatos őrzéstechnikai, diplomáciai és politikai szándékot tükröz, és én azt gondolom, hogy inkább a másik oldalnak az érdeke volt az, hogy a világ megtudja azt, hogy milyen változások vannak most
Magyarországon. Maga az oklevél egyébként azt mondja magáról, hogy koncesszió, egyesség, ordináció, rendelkezés. Ma úgy mondanánk, hogy dekrétum törvény, az első oklevél formában kiadott törvényünk. Mindaz, ami előtte törvényként született, azok másolati könyvekben maradtak fönt. Ez első igazi privilégium, és itt indul el tulajdonképpen az oklevelek, a törvényeknek a privilegiális őrzése. És ugye Kristó Gyula írt egy ilyen könyvet, az Aranybullák évszázada, a 13. század okleveleit értette rajta, és aranybullának tekintette a többi nagy fontos oklevelet is, de ha ezeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezek nem aranypecsétes oklevelek. Ugye 1231-ben átírják az aranybullát, és ennek megvan a pápai kancelláriában egy másolati könyvben a teljes szövege, és a szövegből pontosan látjuk azt, hogy csak meg van pecsételve. Nincsen szó arról, hogy aranypecséttel adta volna ki András 1231-ben az aranybulla megújított szövegét. 1222-ben az egyháziak is kaptak, nem csak a királyi szerviensek, az év első felében, ez még az előző kormánynak a működése volt, kaptak oklevelet, és itt is arról van szó, hogy csak megpecsételik viaszpecséttel. Van egy törvényünk, ennek tudom itt mutatni a képét, az 1267-es törvény, amikor a királyi szerviensekből nemesek lesznek, és ez az első eredetiben megmaradt törvényünk. Ez egy rendkívül fontos oklevél, és egyrészt a pecsételés módján látszik, hogy így nem pecsételtek meg aranypecsétet, másrészt a szöveg is mondja, hogy ez sima viaszpecséttel pecsételték meg. Tehát az aranypecséttel való pecsételés egy különleges eljárást jelentett, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk ahhoz, amikor ezt értékeljük. És ha egy pillanatra visszagondolunk a pozsonyi adományra, amire Bácsotyai hívta föl a figyelmet, akkor ha megnézzük annak a pecsételési záradékát, ugye eredetiben nincsen fönn, csak másolatban, ott azt látjuk, hogy bullé nostri auri aranypecséttel pecsételték meg. Tehát András Jolántának a pozsonyi adományt az aranypecsétjével pecsételte meg. És ebben a szövegben ezt is említettem, és nagyon figyelemre méltó, hogy meg kell védeni az adományost, és az osztrák herceg és a főurak biztosítsák azt, hogy a következő király betartsa ezt az adományt. Tehát tulajdonképpen ez ellenállási jog András által való megfogalmazása. És utána néhány hónap múlva kiadják az aranybullát, amiben ugyanez az ellenállási jog jelenik meg, ugyanaz a klerikus írta, vagy Andrásnak visszafordították a saját fegyverét rá, behozza a köztudatba ezt, és a másik oldal pedig ugyanezt rá erőlteti. Ha aranypecsétekről beszélünk, akkor egy picit érdemes tovább tekinteni, hogy a királyoknál ez hogy maradt meg. Sajnos nem maradt több a következő királyok, az utódok közül az Árpád, negyedik Béla után, bocsánat, tehát negyedik Bélától van, de az azt követő királyoktól nem maradt, az Anzsuktól nem ismerünk, Zsigmondtól nem ismerünk magyar királyi aranypecsétet. Mátyásnak az aranypecsétjét ismerjük, ebből három példány ismert a világon, és a Nemzeti Levéltár egyik tagintézményében van egyébként az egyik Sopronváros kiváltság levelén, és ezt követően csak amit az intézményünkben van, az Mária Teréziának az aranybullája, tehát ez a szokás az újkorig él tovább, de ez az utolsó, ezt az aranybullát itt láthatják, de ez tényleg az igazi aranybulla, ami itt van, tehát ne mulasszák el megnézni, mert valószínűleg le fogjuk bontani a kiállítást, és aztán utána ezt többet nem fogjuk mutogatni senkinek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük az előadást Rácz György főlevéltáros úrnak. Azt gondolom, hogy mindenki sokkal tisztábban lát, és az aranybullát övező ködös úton most már könnyebben tudunk mi is tájékozódni. Szeretném megadni a lehetőséget a közönségnek, hogy amennyiben az előadás során valamilyen kérdés megfogalmazódott, ezt kérem tegyék föl, és a kollégina a mikrofont majd odaadja. Köszönjük. Azt
Amíg a kérdés elhangzik, nem bírom megállni, hogy ne mutassak még néhány képet, amit az elmúlt években szerveztünk az aranybulla kapcsán, de különösen ezt szeretném mutatni, ezt a kis díszdobozt, amiben oklevél másolatokat készítettünk el, az átírásokat próbáljuk bemutatni, a Püteász kiadóval csináltuk, a Magyar Nemzeti Levéltár és a Moravcsik Gyula intézettel közösen pecsétmásolatokkal láttatva kézbe lehessen fogni az aranybullának a szöveghagyományát, és van egy tanulmánykötet mellette, és ez a tanulmánykötet a legfrissebb kutatásokat tartalmazza. Elvileg van belőle nekünk, de csak munkaidőbe lehet megvenni. Sőt, azt is hadd mondjam el, hogy ezt a kis, van egy kicsi és egy nagy aranypecsétünk, ami másolat, de ezt is meg lehet vásárolni, ha valaki szuvenírnak szeretné elvinni. Jó, és akkor ide visszaugrunk. Válasz Péter vagyok, és az a kérdésem, hogy Tóta úrnő, meg más kérelmezők kifizették a aranypecsét árát? Igen. Ennek nagyon kemény ára volt, hogy ebből mennyit engedett esetleg el a király, azt nem tudjuk, de fizetni kellett érte. A Beregi Egyezménynek, aminek két példánya maradt meg, a szöveg azt mondja, hogy 3 aranypecsétes példányt fogadni belőle a király. Egy aranypecsétes van, és egy viaszpecsétes. Tehát valószínűleg az érsekség ennek elég volt, hogy legyen egy, és ne kelljen annyit fizetni. Üdvözlöm Önt, és köszönöm az előadást. Egy aprócska kérdésem lenne. Erős hangsúlyt kapott az aranypecsét, illetve a viaszpecsét. Milyen különbség van, vagy van-e valamilyen különbség, hogy esetleg a viaszpecséttel ellátott okmányok összesítésre kerültek, és kiadásra kerültek egy aranypecsétes formában? Melyiknek van nagyobb értéke? Melyiknek van történelmi értéke? Nem tudom, érthető-e a kérdés. Igen, teljesen érthető és logikus a kérdés. Hitelesség szempontjából semmiféle különbség nincsen az aranypecsét és a viaszpecsét között. Presztízsbeli különbség van. Ha valaki ilyet szeretne és megfizeti az árát, az megkapja. Mátyás idején pontosan ismerjük a gyakorlatot. A koronázása után be kellett mutatni a korábbi kiváltságleveleket, és nem véletlenül városi kiváltságlevélen maradtak fönt ezek. A városnak nagyon fontos volt, hogy ő rendelkezzen Mátyás aranypecsétes oklevelével, kifizette az ezért járó taxát, de semmivel nem volt értékesebb jogi értelemben maga az irat. Veszélyesebb volt, mert egy aranypecsétet előbb lopnak el, mint egy viaszpecsétet. Nem véletlenül maradt ennyire kevés meg ebből. Katonai akciók során csak egyetlen nyisszantással eltávolítható volt, és aztán beolvasztották, és nem mondom, hogy meggazdagadtak belőle, mert hogy ezek vékony aranylemezek, tehát nem tömör arany, hanem vékony aranylemezek. Igazi arany egyébként mindegyik. Hadd említsem meg, hogy az elmúlt években elvégeztük a nálunk lévő aranypecséteknek az archeometriai vizsgálatát. CT-re vittük őket. Tehát nagyjából ismerjük azt, hogy hogyan készítették el ezeket. Ez üreges aranypecsét volt, tehát lemezeket forrasztottak össze. Nagyon izgalmas volt, amikor urológiai endoszkóppal az egyik sérült aranypecsétet vizsgáltuk belülről, és az urológus professzor, aki ezt csinálta, mondta, hogy tegnap ezzel még egy vesét műtöttem. Ma meg itt az aranybullába turkálok. Nagyon jó felvételeket készítettünk erről. Lesz erről egy kiadványunk, amit majd be fogunk mutatni. Tehát mindegyik aranyból van 70-80-90%-os, mert ugye rézzel és ezüsttel keverték ezeket a fémeket, hogy keményebbek legyenek. A Mátyásé a legpuhább, a legtöbb aranyat, majdnem 24 karátos az övé, de a többi is mind igazi aranyból van. De nincsen, nem jobb, veszélyesebb.
A király küldött a pápának is egy példányt a Igen. szöveg szerint. Hogyan reagált erre a pápa? Mit szólt ahhoz, hogy a tizedet most már terményben kell fizetni? Ugye, amit valahova el kell szállítani, raktározni kell, a pénzbeli tized sokkal könnyebben volt kezelhető, és biztonságosabb volt, mert az értéke szilárd volt. Így van, így van. Nem tudjuk, hogy a pápához eljutott-e az aranybullának az őt illető példánya. Három levelet szoktak kapcsolatba hozni az aranybulla mozgalommal, három pápai levelet. Az egyik ez a júliusi, amiben a Béla említetik, hogy ne a fiúnak engedelme, a másik a december 15-i. A harmadik pedig 1923 márciusában kelt levél, amiben azt kéri a magyar királytól és a főuraktól, hogy fizessék a tizedet. Mert hogy azt hallja, hogy Magyarországon nem fizetik a tizedet, és ez disznóság, fizessék a tizedet. Valamennyi információ, valamennyi levél nem, hogy nincs kapcsolatban az aranybulla szövegével, hanem úgy tűnik számomra, hogy a pápa nem ismerte az aranybullának a szövegét, vagy ha ismerte, akkor tudatosan úgy csinált, mintha nem ismerte volna. Tehát nem ez a 23 március nem azt mondja, hogy természet, hanem hogy nem fizetik a tizedet. Tehát nem ez van az aranybullában. Ugyanígy a korábbi események sem stimmelnek. Nem tudjuk, hogy ki hogyan informálta a pápát. Tudjuk azt, hogy 1222-ben legalább két pápai Rómába menő delegáció is ment a magyar király részéről, és ők informálták a pápát. De ezek mind klerikusok voltak, ugye ők tudtak beszélni latinul a pápával. Na most egy olyan oklevélben, amiben az van, hogy a természetben kell adni a tizedet, meg második András is úgy gondolta, hogy tehát neki is nem volt szabad többet ispánságokat adományozni, megsukták a klerikusnak, hogy amikor a pápához ér, akkor persze ezt hozzuk hivatalosan, hogy a regisztrumába írja be a király, nehogy beleírja, mert ezek sérelmet jogokat tartalmaznak, hanem tüntesse. Mi átadtuk, tüntesse el. Tehát nincsen reakció, ez egyik legnagyobb probléma, hogy nem stimmel az a reakció, ami a pápai oklevelekből kirajzolódik, és az aranybulla. Tehát ma azt tudom mondani, hogy a pápa sehogyan nem reagál az aranybullára, mert szerintem valószínűleg nem olvasta, nem ismeri, vagy úgy csinál, mintha nem ismerte volna. Egyébként a pápai levéltárban, 4. Bélától, most a számot meg nem mondom, de legalább 20 vagy 30 eredeti oklevél van, és ebből 8 aranypecsétes, 4. Bélától, és 2. Andrástól egy se. Tehát senki nem tudja ennek az okát. Amikor megnyitották a vatikáni levéltárat, akkor rögtön mindenki ezt kereste, hogy az aranybullának a példánya hol van, és egyetlen egy eredeti második András oklevél sincs, tehát semmilyen bemenő irat nincs, nem is másolták át ezeket az iratokat. Valószínűleg egy nagy iratpusztulás történetet, és itt volt a határ pont, mert a 4. Béla kor az nagyon-nagyon szépen és jól dokumentált. Jelentőségében igen. Így van, és azért nagyon fontos ez, mert hogy ez egy kompromisszum eredményeként született 4. Béla és 5. István, ugyanígy a belháború apa-fiú küzdelme, és akkor a királyi szerviensek kérik tőlük, hogy már pedig a jogainkat erősítsd meg, nem említi az aranybullát. Tehát szó sincs arról, hogy van egy korábbi, azt erős, tehát nincs, nem említi az aranybullát, csak a gyakorlatot írja le, és azért fontos ez a 67-es törvény nekünk, mert valószínűleg rögzíti azt, ami egyébként is az életben folyt. Egyébként ez nagyon hasznos volt gyakorlatá, hogy pont a tatárjárás előtt ez megszületett, és utána a honalapításban még ezek a szerbiensi később nemesi jogok, ezek átérésének ennek az időszaknak ennek volt jelentőség, hogy ez pont így sikerült megalkotni, tehát egy viszonylag rövid idő a tatárjárás előtt. Igen.
elnézést kérek, sajnálom, de úgy látszik, ön nem szabadul tőlem. Van egy olyan dolog, hogy az angol szokásjog törvényeket szül. Lehetséges-e, vagy elképzelhető-e, hogy maga az aranybula az addig meglévő szokásjogot kissé megreformálva valahogy írásba rögzítette, ennek a tovább terjesztése azért nem történt meg, mert nem volt végleges. A véglegessége az akkor történik meg, amikor már egy egész országra kiterjed. És ezért nem említik annyira, vagy nem említik úgy a források. Nem volt szükség, hogy említsék rá. Ne úgy fogjuk föl ezt a kodifikációt, mint ma, hogy teljes mértékben érvényes mindenkire is be kell tartani. Ezeket a törvényeket bizonyíthatóan a királyok abban a tudatban adták ki, hogy pontosan tudták azt, hogy holnap meg fogom sérteni, és nem tartom be a törvényt. Tehát ez benne volt a pakliban, hogy leírjuk ugyan, és amit ön mond, minden egyes cikket végig lehetne venni, hogy mi az, ami az ősi szokásjognak a törvény által ami megfogalmazása, és mi az, ami mondjuk egy új rendelkezés, mi a régebbi, mi az, amit megváltoztat. Ez minden egyes... Hát minden előremutató, mert hogy ezt a későbbiekben a joggyakorlatban értelemszerűen használták. De folyamatosan változott is. Tehát a királyi hatalom számára sérelmes törvényeket, cikkelyeket kivette például Lajos király. A szabad végrendelkezés helyett az ősiséget vezette be. Nem a nemesek érdekében, tehát ne higgyük azt, hogy ezt merő jó indulatból tette, hanem ez volt az álcája tulajdonképpen a háromlásnak, hogy mielőbb a királyi kincstárra háromoljanak ezek a birtokok, mert hogyha nem lehet elidegeníteni, hanem a család örökli, akkor elvileg a családban marad, de azt nem mondja meg a törvény, hogy mit jelent a család és hanyatfokú öröklést. Azt majd a királyi jogügyigazgatók eldöntik minden egyes esetben. Ha sok vára volt az illetőnek, akkor olyan jogszabályt alkalmaztak, hogy másod-harmad fokú öröklés, és már ezzel gyakorlatilag ki van zárva a tágabb család a körből. Tehát, hogy ez sokkal rugalmasabban kezelték ezeket a jogi dolgokat, és létezett párhuzamos gondolkodás. Tehát olyan, hogy a királyi kancellária, a királyi udvarban másként vélekedtek egy-egy dologról, meg mondjuk vidéken más volt a szokásjog. És ezek a törvények, amikor leírták őket, akkor ezek tükröződtek bennük, hogy mi az, amit sikerült becikkelyezni, mi az, amit nem. Hát képzeljék el, hogy születhetett maga ez a törvény. Valószínűleg egy királyi tanács, egy nagy vita, leülnek, és akkor vegyük sorba a cikk. Ti mit akartok, én mit akarok. És egy kompromisszum eredménye. Én is azt gondolom, hogy ez nem csak Andrásnak a saját maga által. Volt egy nagyon erős kényszerítés, és megállapodtak abban, hogy jó, ezt én rakom bele, azt meg ti rakjátok bele, és akkor egy kompromisszum, koncesszió, azt mondja az oklevélről, hogy szerződés, engedmény. Tehát, hogy itt egy nagyon kemény tárgyalás volt, tudván azt, hogy oké, ezt most kiadjuk, aztán majd előbb-utóbb megbukik a Vejtefi, a Tódor kormánya, és akkor visszajön az én uralmam, és úgyis azt csinálok, amit én akarok. És lám ez történik, Kárnembeli Gyulával visszatér a régi kormány, és soha többé nem lesz ilyen feszültség. Egyrészt kihalnak szépen lassan az Imre párti főurak, másrészt pedig más területeken jön elő a feszültség. A későbbi negyedik Béla a pápát megszerzi magának szövetségesként, és közösen fúrják az apját a birtokadományokat illetően, és ez így sokkal sikeresebb már a 20-as években, mint amit korábban csináltak. Az 15-ös Magna Carta és az aranybulla közötti tartalmi hasonlóság az régóta ismeretes. Egy Rónai nevű angol történész ennek magyarázatára publikált néhány évvel ezelőtt egy
Tehát itt igen érdekes gondolatot. Mi erről a magyar kutatók véleménye? Régóta fantáziál a kutatás azzal kapcsolatban, hogy az időbeli különbség, az időbeli közelség 1215 és 1222, valamiféle kapcsolat kell, hogy legyen a két dokumentum között. Ennek nagy historiográfiája van. Ha megnézzük a két szöveget, akkor ez két teljesen más világ. Tehát az angol hűbéri világ az a saját jogintézményével sokkal részletesebben és alaposabban, hosszabb, kifejtettebb, mint a magyar, ha csak azt mondom, hogy az ellenállási záradék. Ott is van egy, csak ott nem csak annyi, hogy a bárók ellenállhatnak, tehát a főurak, nem a szerviensek, nálunk ugye ez van, hanem a méltóságviselők ellenállhatnak a királynak, ott egy 25 fős csapatot kellett összeállítani. Részletesen szabályozza, hogy ezt kikből, hogyan, mit kell csinálni akkor, hogyha a király nem teljesíti a kíve, meddig tudunk elmenni, nem fizetünk adó. Tehát, hogy teljesen más a két világ, amit kirajzolódik. Tehát szövegszerűen semmit nem lehet bizonyítani, vagy kapcsolatba hozni ezzel, ez biztos. Tehát kár az erőfeszítésére. Ami a kapcsolat viszont kézenfekvő. Tehát olyan dolgok vannak ezzel, és nem az összes többi 13. század elejé kiváltságlevélben olyan dolgok vannak, például a hatalom korlátozása, az ellenállási jognak a megjelenése, amely benne volt a köztudatban. A pápával kapcsolatban is felvetették többen azt, hogy hát korlátozni kéne a hatalmát. Mi van, hogyha a pápa eretnek tanokat hirdet, akkor azt kimondja meg neki. Tehát, hogy ez benne volt a levegőben. Másrészt pedig a kapcsolatra visszatérve az, hogy személyi szabadság, nem lehet elítélni senkit. Ez például a hűbérjogból jön, ami benne van az aranybullában is, meg benne van a Magna Chartában is. Magyarul a gyökér a közös. Ezt egy történész, aki ezt legutóbb írt erről, Bácsatyai Dániel úgy fogalmazta, hogy ne a gyümölcsöt nézzük, hanem a termőtalajt nézzük. És ez a termőtalaj az itáliai egyetemek, Bologna. Oda jár harmadik Béla óta a magyar klerikusok több nemzedéke, oda járnak az angol főpapok, akkor még csak növendékek, fiatalok, és ezek szétröppennek utána Európába, viszik szét az információt, a frissen megszerzett tudást, ugyanabból a jogtörténeti irodalomból dolgoznak, előbb-utóbb a királyok közelébe kerülnek, püspökök lesznek, egy nagy európai értelmiségi hálózatot képzeljünk el. Ugyanott ültek azon a jogtörténeti szemináriumon, tehát nyilván az ellenállást ide is beírjuk, meg oda is, de a saját logikai keretünknek megfelelően. Tehát a gyökér az, ami közös. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseket, az előadást, az élénk diskurzust. Engedjék meg, hogy még egy percig raboljam az idejüket. Szeretném felhívni a figyelmet, és bocsánat, most lesek, hogy a levéltári délutánok következő eseménye 2024. október 22-én ismét kedden 17 órától ugyanitt lesz. Következő előadónk Pálos Falvi Tavás, a HUNREM BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa lesz, aki Mátyás király 1464. évi törvényéről tart előadást. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma velünk tartottak, várjuk Önöket vissza. Minden jót kívánok, viszontlátásra!